ki gondolná, ilyenkor már mozgás van. Jó reggelt, sziasztok! Üdvözöllek benneteket Peszkárától egy kicsit északra, a tengerpartról. Itt aludtam. Leterítettem. És aludtam. Mindjárt fel kell a nap. Fél hét van, élénkül a part, nem is kicsit. Még egyszer az alvóhelyem ott a tábla mögött. Innen is volt kilátás. Volt táborhelyem 1000 fölött, meg olyan is, ami bőven 1000 fölött volt, 1430 körül, 1426. Meg volt 1 méteren is, most már. Fél hét van, a kabóca kórus megkezdte működését egy kb. Negyed órája, és olyan forróság van, hogy azt el sem hiszitek. A kabócát megpillantani nem egyszerű, ugyanakkor bizonyos dolgok utalnak a jelenlétére a hangján kívül is. Itt van például egy levedlet lárvabőr. Kabóca lárvabőr. Kibújt, fölrepett a hátán a páncél. Kibújt belőle, megszárította a szárnyait, és aztán fölment a fa koronájába, és most ott dalol. Na ezért nehéz megpillantani, mert teljesen olyan, mint a fakéreg.
ez talán jobb pozíciót keres. Az első potros szelvényüknek az oldalán van egy speciális kitin lemez. Azt mozgatják. Az a hangadó membránjuk. A lárváik a talajban élnek, onnan másznak elő, és akkor fölmásznak valamire is vedléssel. A kifejlett rovar már felkészül arra, hogy csalogassa a nőstényeket. Amikor kibújik a lárva bőrből, akkor még ilyen zöldes, halvány zöldes színű. A fák nedveit szivogatja, azzal táplálkozik. Van valahol a membránja. Elindultam, 7 óra is lett, mire elindultam. Hát azért a tengerpart is jó, csak zsúfolt egy kicsikét, de a tenger is gyönyörű. Ne vessetek ki olyan kabócákat, figyelgetek, meg gekkókat. Igen, az a tegnap esti gekkó is érdekes volt. Hát Olaszország, különösen Dél-Olaszország hüllőfaunája azért jóval gazdagabb a magyarországinál. Majdnem 60 hüllőfaj, ilyen 50 valamennyi, talán 58 hüllőfaj él Olaszországban. És ezek között én úgy emlékszem 4 gekkófaj is van. Például a török gekkó, ami terjedőben van, az egész mediterrán medencében ott van. Vagy a fali gekkó. Fali gekkó szereti az ember közelségét. Házfalakon futkorászik este, ezek éjjeli állatok. Ez a tegnap esti is egy fali gekkó volt. Ez is viszonylag közönséges gekkónak számít mediterrán medencében. Na megnézem, nyitva van ez a kávézó, így 7 után. Na az nem volt, talán majd ez. Van választék. Na ez már szuper. Reggeli is van akkor. Café latte. Hát tudom, nem szép dolog, de nagyon kívántam egy kólát is. Idefelé jövet, viharos szélben jöttem ezen a szakaszon. És fél óránként nagy záporok hullottak, aztán beállt teljesen esővé, ilyen vigasztalan esővé. Most meg látom, hogy irtózatos kánikula lesz. Látom a jeleket és érzem is. Sok nagyon jó kerékpárutas szakasz van Ancona és Pescara között, illetve hát most így visszafelé nézve Pescara és Ancona között. Na, és a Pálmafa liget. De nem mindenhol frankó. Tehát ezt azért hozzá kell tenni. De ugyanakkor viszont bizonyos szakaszok meg ultra jók. Cserébe. Főúton is kell időnként menni. Ez egy jó táv, tehát ez a Pescara-Ancona, ez egy ilyen 150. Na ez a szakasz például még így a térkő ellenére is. Buongiorno! Nagyon jó. A gyerekek, ezt el kell mesélnem.
Itt közben azért mondom, hogy házak mögött a Gran Sasso di Italia tömbje, hatalmas csúcsok meg gerincek, meg dobogtatják még az Appenninek a szívemet. Bal oldalon Appenninek, itt jobb oldalon az Adria, Appenninek Adria. A gyerekek, ezt el kell mesélnem, éjszaka úgy teljesen magányosan már a rég elhagyatott kerékpárúton így jöttem Pescara felől, és hát nagy meglepetésem azt látom, hogy valaki így áll az út szélén egy biciklivel. Közelebb egy fiatal srác, olyan idegesen beszélt a telefonba, így valakivel, nem tudom. Elmentem mellett, egy utánam szólt. Megálltam, mondtam, hogy bocsánat, nem beszélek olaszul, de ha beszélsz angolul, akkor ilyen 20 év körül is srác volt. Akkor azt mondja, hogy oké, beszél valamennyire, segítsek már rajta. Hát mondom, kérlek, hát mi a gond? Azt mondja, hát nem megy a biciklim. Valami baja van a biciklimnek, valami technikai probléma, lehet nem megy. Mondom, mi az, hogy nem megy? Azt mondja, nézd meg így. Megpörgette így kézzel a hajtóművet, és így üresen így forgott így a hajtómű, így pörgött. Hát mondom, így magamban így, hát leesett a lánc. Mondom, srácnak leesett a lánc, így odahajolok, nincs lánc. Nem volt lánc a biciklin. Néztem így körbe, tehát hogy megmondom őszintén, hogy így volt egy ilyen 1-2 másodperces hatásszünet. Néztem körbe, hol a lánc, így a földön, meg így előre-hátra. Mondom a srácnak, hát figyelj, ezen a biciklin nincs lánc, hát hol a lánc? Szóval nincs lánc, hát hogy mi van, hát nincs rajta lánc. Hát mondom, nézd már meg, látsz rajta láncot. Hát így, nem, nincs. Hát mondom, hát akkor persze, hogy nem megy. De hát akkor, hogy akkor most mi van? Hát mondom, nincs rajta lánc. És akkor az, hogy nagy baj? Hát mondom, hogy vazze, hát ez olyan, mint a repülőgépnek nem lenne szárnya. Hát mondom, ezt én nem fogom tudni neked így megcsinálni. Nem tudom, hogy kitolt ki vele, vagy haverok, vagy nem tudom, picit úgy, most picces volt a gyerek egy kicsit. Nagyon kicsit. Nem volt vészes, de hogy látszott, hogy valami buliba volt, vagy ilyesmi. És ha valaki csúfondárosan megviccelhette, vagy én nem tudom, mi történhetett, nem volt lánc a biciklő. Akkor nézett a szegény srác, mint egy bagoly. Így látszott, hogy így leesett neki, hogy hát ezt nem lehet ott megcsinálni hirtelen. Én csalódottan rám nézett, és na jó, van, akkor hívom apámat. Annyira abszurd szituáció volt. Most pedig itt főút. Kis szakasz főút, aztán vissza a tengerpartra. Nem vészes egyébként, mert széles az út. Többnyire, még ha nagy a forgalom, akkor sem annyira gáz. Többnyire egyébként ilyen torkolatokon kell, vagy ilyen torkolatok környékén kell kijönni a főútra, de bizonyos helyeken már látszik, hogy építenek kerékpár utas hidakat. Néhol tiszta Kalifornia. Néha ennyire a tengerparton megy az út. Ez a Ciclovia Adriatica egyébként, ez a neve a túra útvonalnak. Nem annyira meglepő módon. Bevillantok még egy szakaszt. Szépen haladok északnak. Egy jó kis levezető tekerés keretei között. Ugye ez az Adriának már az északi medencéje, a nagyon sekély északi medence. Ez mind szárazföld volt. Az utolsó jégkorszak után relatíve hirtelen emelkedett a világtengerek szintje. De egész sokat ilyen 120 métert. És akkor elárasztotta a tenger ezt a részt.
A déli medencéje jóval mélyebb, ott vannak 1000 méternél mélyebb részek is. De az egész Adriai tenger átlag mélysége is csak ilyen 250 méter körüli, pont azért, mert ilyen nagyon sekély, peremtengeri jellegzetességekkel bír. Viszont irtózatosan jó a földrajza, nagyon jó helyen is van. A legészakabbra elhelyezkedő nyúlványa természetesen, hát ezt sokan tudják, a földközi tengernek legészakabbi nyúlványa. Na itt például már megépült a kerékpáros híd. Elég impozáns is. Jó használható, ez is egy torkolat. Nem kell soha eltávolodni nagyon a tengertől. Na ilyen az, amikor forgalmas egy kerékpárút, nem rettenetesen forgalmas, de forgalmas. De hát nézzétek meg, milyen széles, kétsávos, de egy sávon belül is két ember elfér egymás mellett. Szóval, ha kerékpárút, legyen ilyen. És nem is másoljuk el, innenféle szarra ráagatjuk, hogy az kerékpárút, és akkor csodálkozunk, amikor nem megy rajta senki. Ez kerékpárút. Alba Adriatica. Ez még nagyon megfogott, idefelé jövet. De az még a nyitány volt. És most már a túra legutolsó szakasza. Hát te mit csinálsz, öcskös? Viszlát, Abruzzo! Hiányozni fogsz. Ahogy hiányoztál legutóbb is, azért jöttem vissza. Van egy nagy csomópont, főutak, autópálya, stb. Kereszteződés. Idefelé jövet sem volt annyira egyszerű. Nem annyira gázám, de kicsit úgy félelmetes tud lenni, főleg ilyen nagy forgalomban. Mert most tényleg megélénkült. Megálltam egy strandzuhanynál. Lekaptam a meszt. Beszaladtam. Jó, hát a cipőt is. Bevittem a tusfürdőmet. Úgy lefürödtem. Olyan jó hideg volt a víz. Így a biciklis gatyában. Megállított egy idős néni. Lukat beszélt a hasamba. Szerintem elmesélte élete történetét. Persze olaszul. De egyébként egész sokat értettem abból, amit mond, csak az élmény rontotta, hogy válaszolni nem nagyon tudtam, csak ilyen tőmondatokba. De a lényeg az volt, hogy fiatal korában a férjével bejárták itt a hegyvidékeket sátorral, és hogy az mennyivel más, mint hogyha hotelben alszik az ember. Egyet kellett értenem vele. Ja, akartam mutatni, hogy természetesen ez is egy olyan rész, ahol be van üzemelve az első váltó a középtányérra. Ugye ilyenkor Bovden még így hosszabb, és akkor így még jobban leengedezik. És itt van
fa. Frankó, mérnöki precizitás. Ma már megtettem vagy 60 kilométert így a tengerparton. És még csak dél múlt. Újabb szakasz. Ez most ilyen szórt nagyköves. De ott már megint kezdődnek a nagy, vége láthatatlan homok bícsek. Délután egykor beültem egy étterembe, ilyen kis tengerparti étterembe. Háromig ki se jöttem. Kértem egy spagettit. Nagyon jó volt. Ott ejtőztem, kávéztem is egyet. Nem volt drága, azt hittem, hogy valami írtózat drága lesz, de nem volt. Megyek tovább. Tervek szerint már csak olyan délutánra, ilyen 31-2 kilométer. Tervek szerint, hát lehet, hogy több lesz belőle. Most egy jó, hosszú szakaszon főút. Talán nem lesz annyira vészes. Aztán holnap már eljön a vonatozás ideje. Nincs semmi különösebb probléma. Jó meleg van mondjuk. Hát mondjuk úgy, hogy rohadt meleg van. De hát azon a helyen vagyok, ahol ez annyira nem meglepő. Inkább az meglepő, amikor nincs. Amikor jöttem, akkor nem volt. Nézegettem a vonatokat, időnként eljön egy-egy ilyen szupervonat. Azon gondolkodom, hogy kisfiam, hogy élvezné innen hátulról gyerekülésből nézegetni a szupervonatokat. Nagyon-nagyon élvezné. Rettenetesen jók a városképek egyébként. Tekerni fogok Triestben is, onnan ki kell jönnöm. Mármint az állomásról át kell tekernem megint majd Szlovéniába. Elég sok városképet meg fogok tapasztalni. Dél-olaszos viszonyok. Majd úgy átmenek kicsit észak-olaszosba. De az nem probléma. Töretlenül haladok északnak. Lassan keresek egy kempinget. Nem is a szállás miatt, mert hát én azt remekül megoldom. Meg hát végülis a fürdést is megtudom oldani, de olyan alaposan nem. És a vonatozás előtt egy kicsit ideje rendesen kivakarnom magam a koszból és a bűzből. Már ha van. De hát én úgyse érzem, mert már megszoktam. Hát 5:30. Nem is siettem annyira. 106 kilométert mentem, szintet nem sokat. Egy kellemes kis fapados családi kempingben szállok meg. Egy család üzemelteti. Ilyen gyerekes családokat fogadnak. Honnan ismerem ilyen jól? Itt szálltam meg, idefelé jövet is. Itt van a bambusz mögött a medence, meg a bár. Úgyhogy majd meg is látogatom kicsit később. Na, jó lesz ez. Megint. Óriási buli van a kempingben. Gyerek buli egyébként. Ráadásul itt a bár melletti placon, ott van egy ilyen kis ilyen nézőtér és színpad. Múltkor is volt nagy gyerekműsor, éjfélig eltartott, bulisztak a gyerekek, össze-vissza táncoltak. Na, hát nem sokat fogok aludni, de hát semmi baj, tök cukik egyébként. Már benn vagyok a sátorban, onnan filmezek, tehát hogy innen is ilyen hangos.
Sziasztok, jó reggelt kívánok! Kellemes időt töltöttem a kempingben, de most már felszálltam a vonatra. Látható ilyen nagy, az egész vagon kerékpárszállító. És Ancónába megyek, ez a Pescarától Ancónáig tartó vonat. Hát ez egy fél órás lesz most nagyjából így kezdésnek. Ancóna. Nagyon vigyázzatok, hogyha esetleg Olaszországba vonatoztok. Ha megveszitek a jegyet, azzal még nincsen vége mindennek. Érvényesíteni is kell indulás előtt. Különben kalauz azt mondja, hogy elnye beelnye. Be kell dugni, és akkor érvényesítő. Addig nem érvényes, hiába vetted meg. Ancóna. Pályaudvar. Beállt a vonat, hát ez egy jóval hosszabb utazás lesz. Egyelőre Bolognába. Itt a bicikli. Én meg ide ülök. Innen ülve jól rálátok a gépre. De mutatom, emeletes. Kényelmes vonatnak mondanám. Most már nem először utazom ilyennel, ez a Piacenzai, Ancona Piacenza vonat. Hát elég hosszú, tényleg Rimini, közben még az ilyen nagyobb, aztán Bologna, és akkor még csak utána jön Piacenza. Bolognában leszállok. Ez már Bologna Centrale, irtózat nagy tömeg alakult ki végül a vonaton, de valami óriási. Leszállni is alig lehetett, viszonylag kényelmetlen volt az utazás. Most még egyelőre Velence felé tartó vonaton akkora tömeg nincsen. Mutatom, ez is ugyanolyan kialakítású vonat, ott a gépem. És akkor Mestréig megyek vele. Venécia Mestre, időben ideért 14.07. Ugye 7 óra 28-kor indultam reggel a tengerpartról. 7.28, egy először egy fél órás vonat utazás volt Ancónába. Onnan volt a nagyon hosszú szakasz, az az Ancona Bologna. Bolognába sem kellett várnom sokat, aztán már szálltam is át. Picit persze azért még jó is volt, mert így előre be tudtam, volt időm az átszállásra, be tudtam tenni rögtön előre a biciklit, nem volt vész. Mondjuk nem volt olyan tömeg ezen a vonaton egyáltalán. Ancona után sem, azon a vonaton sem volt, az úgy fokozatosan kezdett kialakulni, és Riminitől kezdve volt brutális. Tűt nem lehetett lejteni. Most nem vettem meg Triestig, mert ez már túl nagy táv volt, nem mertem, egy kis késés, és már borul az egész. Mert ugye a jegyre rá van írva még az indulási időpontja is minden egyes vonatnak. Nem tudom pontosan, hogy későbbi vonattal akkor hogyan lehet indulni, vagy akkor már nem érvényes a jegy, ezt nem tudom. Tehát Anconától csak a bolognai átszállással együtt vettem meg idáig Mestréig, tehát Ancona Mestre. És akkor most, hát elértem volna a Triesti vonatot, 7 perc volt az átszállás, elértem volna, de nem baj, ugye ez lett volna a vonatom. Ez lett volna a vonatom, de nincs rá jegyem. Se baj. Iszom egy kávét. Jobb is egy kicsit így a fejemet kiszellőztetni. Úgyis indul nem sokára a következő. Nagyon egyszerű jegyet venni. Trenitalia. Biglietti. Az ismerkedem az olaszszal, de még maradjunk az angolnál. Igen. Biztonsági figyelmeztetések. Ticket. Card. Venécia Mestre. Hova akarok menni? Egyből kidobja a legnépszerűbbeket. Nincs itt Triest. Az nem baj. Other Station. Trieste.
Trieste Centrale, ez a jobb. One way, dogs and bicycles. Bicycles, egy. One way, igen, continue. 14.51-es, teljesen jó lesz nekem. Az még egyébként hamarabb is érve, mert az előző, az a 14.14-es, az került Udine felé. Confirm. Igen, forward. Purchase. I accept. Card. És akkor jön a fizetés. Insert your card. Jó. Insert card. Fai attenzione ai borseggiatori. Se ti servono informazioni, rivolgiti esclusivamente Take out your card. Ok. És akkor nyomtatja. Mármint, hogy elméletileg nyomtatja. Igen, itt van print tickets, egy of kettő, mert hát ugye egy személy meg egy bicikli. Hát az egy darabig eltart. És akkor oda fog kiesni. Hát lehet, hogy mindjárt jön is. Na, mi van? Itt van. Kettő. Kerékpárjegy 3.50, 13.60, rajta van ugye az is, Venezia Mestre, 14.51, Trieste Centrale, 16.44. Ne felejtsük el, hogy ezek a jegyek még csak úgy meg vannak vásárolva, de ezek még nem érvényesek. Most már érvényes. Sose tudom, hogy így vagy úgy kell bedugni. Ezt bedugom így. Jó van. Megérkeztem Triestbe. Mutatom. Ezzel a vonattal. Ilyen volt a vagon. Nem voltak olyan nagyon sokan, de lógatni kellett. Persze egy jobban elfértünk. Hárman voltunk, akiknek kerékpárja is volt. Triesti vasútállomás. Hát baromira nem vagyok otthon még, de már majdnem úgy érzem. Érdekes, már Mestrénél is, ahogy leszálltam a vonatról. Na, otthon vagyok már lassan. Tehát, hogy azért már ez a Mestre távolság, ez annyiszor megjártam, meg annyiszor voltam biciklivel is, vonattal is. Vonattal biciklivel, úgy értem, hogy teljesen hazai pálya. Trieste meg aztán végképp. Na hát Trieste, mondanom sem kell, hogy nem tudom megmondani, hogy hanyatszóra vagyok itt túráim során. De szerintem ekkora óceán járult itt még nem láttam. Costa Luminosa. Na szóval, 5 órát harangoztak, meg harangoznak. 7.28-kor indultam el, még Anconától délre. Ancona, Bologna, Mestre, és most Trieste. Hát ez jó nagy táv volt. Relatíve. Könnyedén és kényelmesen. Hát persze kisebb nehézségek mindig vannak. Mutatom, az ott nem felhősáv, hanem füst. Monfalcone fölött nagy bozott tűz van. Talán nem olyan iszonyatosan komoly, de láttam ilyen oltó repülőgépeket repülni a tenger fölé, szóval azért küzdenek vele. Mi a terv? Semmi értelme ma már vonatokat nézegetni. Ugye a célom Koper, Koperi vasútállomás. Hajnalban indul vonat. Az a lehetőségem nincs, mint tavaly. Nincs az a vonat, hogy hajnal elindul, Ljubljana, aztán Hódos, és megy tovább Budapestre, ez most valamilyen nincs, nem tudom miért, de nincs. Viszont van egy Ljubljanába egy vonat. És Ljubljanából pedig egy másikkal tovább tudok menni
kódos irányába. Ez a terv. Most már csak el kell töltenem valahogy az estét meg az éjszakát, mert hát hajnali 5 óra valahánykor indul, az igazából elég korai időpont, ami nekem most jó, de addig is azért még van egy kis idő. Costa Luminosa Marella Explorer. Ott is van még egy ilyen baromi nagy. Marella Explorer 2. Ez most már Muggia. Továbbra is az Adria a középpontban. Igazából most csak úgy el akarom ütni az időt. Ami fontos lenne, hogy vacsorázzam valamit. Én egy nagy kiadós pizzára gondoltam. Ki akartam jönni már Triestből. Muggia egy ilyen ideális helyszín. Mindjárt bemegyek az óvárosba. Ott vannak azért ilyen kis risztoránték, pizzériák. Kajáltam egy nagyot Muggiában. Aztán kitalálom, mi legyen az éjszakai kaland. Igazából mehettem volna éjjel is haza. Még volt egy utolsó vonat Hopperből Ljubljanába, aztán éjszaka ment volna egy vonat. Olyan hajnali, hát is ilyen 3-4 óra között értem volna Hódosra. Csak már picit elegem volt a vonatozásból, meg úgy rohadt éhes voltam egész nap, nem ettem, nem ittam. Ja, ismerős egyébként a helyszín, itt vettem fel a kamu jelenetet, amit bejátszottam a... hát a Majellára fölfelé menet, Bloghouse-hoz fölfelé menet. Na, jó van. Hát ez még érdekes éjszaka lesz, 8 óra múlott, 8:45. Tulajdonképpen a búcsúm az Adriától, de hát még azért látni fogom, de ennyire a parton már valószínűleg nem leszek. Appenninek Adria 2. Most már Szlovénia felé tartok, nem a tengerparton, hanem a dombokon átvezető kerékpár túraúton. Lehet, hogy valami bozótban tudok aludni néhány órát, az is lehet, hogy nem. Ezen a túrán igazából annyi volt a váratlan helyzet, annyi volt a kaland, annyi volt a megpróbáltatás, technikai nehézség, műszaki problémák, hogy szerintem több évnyi túrámon sem volt ennyi. Több évnyi túra összevetése. Megcsinálom ezt az összevetést, akkor azt látom, lehet egyébként, hogy ez elmúlt 10 évben voltak ilyen technikai gondok, meg időnként volt ilyen kisebb megbetegedés is, meg mindenféle nehézség adódik egy túrán, az ember azért indul el tulajdonképpen, kiszakadjon a mindennapokból, és ezek a nehézségek sokszor felüdítőek is, bár nem mindenkinek, mert szoktam olvasni, hogy tehát nem mindenki annyira ezeket a fajta kalandokat keresi, mindenki mást lát meg kerékpár túrázásban, mást lát fontosnak, vagy érdekesnek, vagy kalandosnak. Nyilván én sem szeretem, ha baj van. Én sem szeretem, ha történik valami gáz. De amikor nem történik semmi ilyen, azokra a túrákra nagyon hamar ilyen halvány, ilyen ködös derengés borul. Azok a túrák, amikor meg történnek ezek sorba, ezek a megpróbáltatások, olyan élénk emlékképeim vannak. Hát annyit nem akartam, mondjuk, mint ami ezen a túrán történt. Szóval ez ilyen 5, de inkább lehet 10 túrára is elég. De ez történt. Tehát, hogy
majd megcsinálom ezt a összefoglalást, úgyis mindig van túraértékelés. Csak így ez most így eszembe jutott, tehát hogy mindegyiken túl lendültem. Tehát most is, még itt Trieste-ben is főborította a szél a biciklim, egy gyerekek, eldeformálódott teljesen a rohadt jó kormányom, ez volt a kedvenc kormányom, aztán annyi neki. Szerelhetem is le. Pénzem persze nincs másikra. Nem óriás patkányok, hanem nutriák eszelnek. Van a szőre? Ez ennek a kerékpárútnak a legjobb szakasza. Itt fönt a domboldalban. Na ott a térkép peremén a sötétség, és odaértem a nagy sötétséghez. Na most ezt nem úgy kell érteni, hogy Szlovénia nagy sötétség, hanem hogy Szlovénia térkép már nincs rajta. Átértem a határon, Szlovéniában vagyok. És az ott már a Koperjőből. Gurulok le a domboldalban. A kerékpárúton a kilátás Koper irányába. Megálltam, itt van egy hát ilyen edzőpark-szerűség. Meg néhány pad. Az egyikre leülök, azt várok. Közben így nézelődök, meg kibontottam egy-két kincset. Idén egy Fiat 500-as. Ezt viszem haza kisfiamnak. Nagyon tetszik neki a Fiat 500-as. Bár régi Fiat 500-ast már az utcán nem nagyon lehet látni, de múltkor láttunk egyet. Odáig volt. Másik, meg teljesen elképet. Néztünk valami videót, és volt benne egy háromkerekű, ez a Piaggio. Megláttam ezt a kirakatban, már porlepi. Mondtam a fickónak, hogy én ezt kérem. Alig bírta kibányászt. Szerintem ez ott van évek óta. Annyira tetszett Pálinkának, hogy hát ilyen kis gagyi, egyszerű, de kis szupi azért mégis. Hátrahúzós. Megy ám, mint a fene. A padon pihengettem, de most már 3 óra 58 perc. 5:25-kor indul a vonat, úgyhogy elindulok. Meg is érkeztem. Látható az órán, hogy bizony időben. 4 óra 35. 5:25-kor fog indulni. Miért jöttem ilyen korán? Hát biztos, ami biztos alapon. Az éjszakám nagyon jó volt. Szakadhatott is volna az eső. Volt már arra is példa. De most minden remekül sikerült. Ez a vagon lesz az, ahova én fogok felszállni. Mert hogy ez a kerékpárszállító. Ez a hagyományos. Tekinthető lógatós verzió. Hát lehet, hogy lógatni fogom. A fene se tudja, lesz-e annyi kerékpár. Olyan kevés cucc van a gépen, hogy igazából a lógatás sem probléma. Ezt a hátsót meg egy pillanat alatt lekapom, azzal könnyítem, a maradék meg olyan könnyű, hogy tényleg nem volt nehéz ez a gép. Na, akkor mutatom is. Hát ez a klasszik.
Vannak már jobb megoldások is, szlovén vasútnál is, de ez maradt ilyen. És akkor itt a vagon ülős része. Ljubljánában vagyok most már. Nem nehéz megítélni, hogy mi van, mert hogy az internetes menetrend mást mutat, mint amit a valóság produkál. Elvileg úgy volt, hogy át kell szállni egy másik vonatra. Most megmondta a kalausz, hogy ez fog tovább indulni másfél óra múlva. Ez így is volt régen is mindig. Csak, hogy annyit variáltak rajta, hogy most valami miatt át kell szállni, de aztán kiderült, hogy mégse. Hát jól van. Lógicsál a bicikli. Fa. Fa. Első váltó kiegészítő berendezés. Itt meg ugye a csavar. Ez volt a túloldalon. Ez a csavar, meg egy ilyen műanyag kiegészítő kupakkal, meg ezen az oldalon. Ugye ehhez volt kulcsom, a másikhoz nem. Hát ez lazult le persze, és akkor ugye onnan kivettem ezt a csavart, vagy az úgyis rá volt szorítva rendesen, és akkor visszahúztam ezzel a csavarral a hajtóművet a helyére. Ezzel a másik csavarral pedig ugye csak így félig tudtam boldogulni, és akkor a bácsi adott szerszámot, ezt így oldottam meg. Ja, a kulacstartó az már az első napon eltört, ez a harmadik, amit egyébként nagyon jól így szoktam rögzíteni. Eltört, ezért még pluszba két kábel kötegelővel meg kellett egy kicsit erősíteni, utána ezt csak ilyen vésztartalék víznek használtam, hogy keveset mozgassam, hát kibírta. Igen, hát ez az egy a sok közül, ami tönkre ment így útközben. Leszálltam, elszaladtam a kedvenc pékségembe, ami itt van szemben. Csináltam egy kis terű-terű asztalkámat, kávé, pánk, meg hát persze kokta. Szlovéniában az ember így van koktát. Na, kihúzzák a vonatot, az frankó. De még nem indulunk, csak egy óra múlva. Mármint, hogy elméletileg. Délután 2 óra, itt is vagyok Hódoson, sőt, mindjárt már nem is vagyok itt. Szóval, el is hagytam Hódost. A magyar határ itt van előttem. És ez most már a határ is, 150 méter, Baján-Senye. Nem volt hosszú túra, de talán a legeseménydúsabb egész életemben, időarányosan nézve. Szóval ennyi minden, ilyen sok viszontagság. Még egy ilyen rövidebb túrámon sem történt velem, de egyébként szerintem elmondhatom azt is, hogy hosszabbakon se. Egyébként egy nagyon izgalmas túra volt, és azt kell, hogy mondjam, hogy a sok negatívum ellenére hát egy kimondta jó túra volt. Szerintem Csákány-Doroszló irányában fogom megközelíteni a vasutat. Csákány-Doroszlón fogok felszállni vonatra majd. Ez így jó terv. Persze, Őri Szentpéteren megállok egy kávéra. Azt nem hagyom ki. Kicsit sokat vonatoztam az elmúlt két napban, másfélben. De ez is hozzátartozott a kalandhoz.
odafelé menet is, visszafelé jövet is. Piros a lámpa, hajszál pontosan ugyanúgy történik minden, mint az Appenninek Adria első évadában, ezen a szakaszon. Itt a Citadella. És ahogyan az előző Appenninek Adria sorozatban is, most is kinyílik a sorompó, fehérre vált a lámpa, igen, és mehetek. Mert hát mi is történt itt pontosan, ugye túra összefoglaló. Egyszer nagyot néztem, melyen szokásommá vált ez a túra összefoglaló, és egyszer egy sorozat forgatásánál így elgondolkodtam, hogy te úristen, itt jártatom a pofámat, senkit nem érdekel. És ezután nem sokkal, meg több e-mailt is kaptam, ilyen privát üzeneteket, hogy ezek a túraértékelők, ezek nagyon jók. Tehát, hogy nem gondoltam volna, hogy ez bárkinek tetszene. Kitaláltam ezt a túrát, már nagyon rá, már egyébként több éve. Ugye az alap terv az, hogy letekerjem a The Wolf's Lair bikepacking útvonalat, ez a farkas oduja, farkas kotoréka, hát ilyesmiképpen lehet, hát a farkas otthona, tulajdonképpen így lehet fordítani. A bikepacking útvonal Abruzzo legvadabb részén, az Appenninek legmagasabb vidékén, három nemzeti parkot ölel föl az útvonal, farkasok, medvék, zergék, mindenféle különleges állat és növény élőhelye, mindazonáltal gyönyörű természeti környezet. Ott egy ilyen hát szűk 400 kilométeres köröcske, aminek a 70%-a terep. Ráadásul, mint kiderült, kicsit nehezebb terep, mint ahogy azt gondoltam. Nem sokkal, tehát nem sokkal. Inkább úgy mondanám, hogy erre a nehézségre készültem, csak a nehezebb szakaszok aránya hosszabb volt, mint gondoltam. Inkább ez a helyes kifejezés. Magyarul úgy értem, hogy ennél nehezebb utakra nem készültem, csak több volt a nehéz rész. Hát ez volt tehát az alapkoncepció, ezt nyilván kiegészítettem egy-két alternatív útvonallal, ahogy szoktam is máskor, például a Campo Imperatore fensíkon mindenképpen a magaslat megmászása, illetve Majella tömbjében a Blockhouse. És az eredeti terv úgy szólt, hogy Őrségig le vonattal Sopronból, Őrségen áttekerek Hódosig, ahogy tavaly is csináltam. Van egy rövidítő útvonal egyébként, egy ilyen terepes az erdőn keresztül. Odafelé úgy jöttem, de most nem. Igen, és akkor Hódosról le Koperkopárból áttekerés Triestbe, Triestből aztán vonattal L'Aquila. Hát ezt úgy lehet, ugye Triest Mestre, Mestre Bologna, Bologna Ancona Pescara, és akkor Pescarából Sulmona, Sulmonából L'Aquila. Na ez volt az eredeti terv, én ezt úgy számoltam, hogy ezt maximum, 2,5 nap alatt meg tudom csinálni L'Aquiláig. Egyébként így visszafelé jövet, ez bebizonyosodott, hogy tényleg megcsinálható. Bajánsenye, és hiperkék az ég. Akármi is volt az eredeti terv, nem jött össze. Évek óta tényleg ilyen nagyon stresszes
stresszes, feszített, fizikailag is teljesen ilyen legyötrő életet éltem. Hát az egyetemi tanulmányok miatt azok voltak még azok, amiket így bele kellett szuszakolni. Az egyébként is feszített tempóba, és így lett egy kicsit túl erőszakolva a dolog. Megérezte a szervezetem, államvizsgáig kihúztam, utána irtózatbeteg lettem, de nagyon durván. És emiatt halasztottam az indulást is, aztán végül elindultam. Itt egy esti vonattal lejöttem az Őrségbe, itt aludtam az erdőben, hajnalban legurultam Hódos vasútállomásra, elkaptam a hajnali vonatot, ami egyből Koperig vitt, és Koper előtt éreztem valóta, hogy én megint nagyon rosszul vagyok, lehet, hogy lázas is vagyok. És leszálltam, és csak úgy álltam ott a koperi hőségben, aztán leültem az árnyékba ott a kávézóban, és úgy dur. Hát nagyon betegnek éreztem magam, mondom, most mi lesz? Mehetek haza, azért adok magamnak egy esélyt. Ugye onnan kapásból mentem volna, az volt a terve, hogy még aznap Mesztréig, és akkor ott Velence Mesztrében a kempingben alszom, és másnap folytatom. Elég gyors tempójú, de megoldható dolog lett volna. Na, hát elindultam Triestbe, már ott a határ környékén. Mondom, én itt lemegyek a Triest melletti kempingbe, ahol sokszor aludtam már korábban. Pihi van. Lementem a kempingbe, relaxáltam, töltődtem. Másnap reggel mondom, kicsit jobban vagyok irány Triest, gyerünk Mestre, Bologna, meg akkor Anconáig talán elmegyek. Hát, Triestben felszálltam a... Hát már Triest előtt éreztem, már ott átgondoltam. Na mondom, elmegyek Mestréig. Meglátjuk. Én nem még mindig gyorsan haza tudok jönni. Mestrében kemping, ahol előző este akartam aludni. Már egy nap késés, de mondom, hát senkit nem érdekel. Egészség legyen. Ott aludtam. Másnap reggel jobban éreztem már magam. Anconáig elvonatoztam. Anconában gondolkodtam, hogy Pescaráig tovább. Mondom, nem, inkább tekerek, nézzük, hogy mi a helyzet. Hát szarú voltam. Megálltam abba a kempingben, ahol az utolsó éjszakámat is töltöttem. És akkor másnap reggel is ilyen nagyon szarú voltam, de már kicsit jobban. Elindultam, és Pescara előtt egy 20-valány kilométerre este megálltam egy kempingbe. Olyan 90-valány kilométert tekertem, és a kempingben úgy éreztem, hogy sokkal jobban vagyok. Bevállalom a dolgot. Addigra látszott, hogy viszont jön egy hideg front. És az, hogy jött a hideg front, nem csak az előrejelzésből látszott, úgy értem, a valóságban is, ugye aznap este már ott volt, lobogtak a sátrak a szélben, egy néninek én segítettem ott újraépíteni a sátrát. Másnap is esett az eső, ilyen átvonuló záporok voltak a tengerparton, a hegyvidéken meg ömlött az eset, látszott a partról. Elmentem Pescarába. Pescarában már összeborult az ég, már ott is szakadt a tengerparton is. Esett az eső egyfolytában. Elvonatoztam Sulmonába, azt az új tervet találtam, hogy nem L'Aquilából fog indulni, hanem Sulmonából. Pontosabban Sulmonából föltekerek abba a kempingbe, ott a Majella oldalában. 1000 méterre, 1060. És onnan indul a túra, a túrafilm is onnan indult. Végül másnapra már jó idő volt, jobb idő volt, sokkal délutára különösen. Így is történt. Letekertem a kört, L'Aquilában egy nap pihi,
eredetileg is így volt, csak ugye Lákvilába visszaérkezve tartottam volna ezt meg. És akkor másik úton mentem is volna le a tengerpartra, egyébként jut eszembe, ezt ne felejtsem mondani. De aztán pedig nem Lákvilából indultam, hanem Majellából, Majellába értem vissza, és akkor a végén ugye a kis blockhouse, mászás és Pescarába le a tengerpartra. Egynapos tengerparti tekerés levezetőnek, és aztán vonattal vissza. Ami egyébként meg nagyon könnyedén ment, ugye tegnap reggel indultam el, már itt vagyok. Nincs délután három se, a fél három múlott. Szóval abszolút jó. Egyébként kerékpár, na még először újra kezdem, azt mondanám, hogy majd a jegyeket majd megmutatom. De hogy el ne felejtsem mondani, hogy Anconáig volt csak olyan, hogy kerékpár jegy. Anconától délre ingyenes a kerékpár szállítás, ez nem tudom miért van így. Mind a Pescara, és aztán ugye ez a Sulmona, a Lákvila, az a csizma belseje felé tartó vonalakon, mind a Pescara Ancona közötti tengerparti vonalon ingyenes a kerékpár szállítás. Tehát csak magadnak veszel jegyet, a biciklit meg fölt teszed, azt csókolom. Ez egy érdekesség, Anconától északra van kerékpár jegy. Jó. Tehát megcsináltam a kört, ugye az utolsó ilyen, hát nem tudom, 15-20 kilométert hagytam ki, ugyanazon az úton kellett volna visszajönnem, és az már úgyis aszfaltos volt, és akkor így helyette mentem, így jobban is jött ki. Egyébként így utolag azt mondtam, hogy jobban is jött ki, hogy Sulmonából indultam, jobban jött ki így az én túra tervemmel. És akkor blockhouse-ra mentem föl, nem zártam be teljesen a kör, de hát mondom, felesleges is volt már. Szóval így nézzük, ja, minden jó, ha vége jó, és az ember azt látja, hogy frankó, de iszonyat sok technikai nehézség. Azzal kezdődött, hogy tönkrement a töltésem. Töltés, agydinamó van elől, méghozzá a Shimano-nak a legújabb prémium kategóriás, legmagasabb szintű agydinamója. A Son nyilván jobb, de a független tesztek ennél az agydinamónál, alacsonyabb átlagsebességnél terepen még jobb hatásfokot is hoztak ki, mint a Sonnál, összességében a Son nyilván jobb, de ez is nagyon-nagyon jó, vagy jónak kéne lennie. Két napig működött, de akkor is úgy éreztem, hogy valami nem stimmel. Ami nagyon érdekes, ugye egy ilyen Bike 2 USB töltőt rendeltem hozzá, ahhoz csatlakoztatta. Már éreztem, hogy valami nem stimmel, hogy ennek jobban kéne töltenie, jobban kéne működnie, aztán egyszer csak semmi. Nincs töltés. Nagyon érdekes, hogy a Bike 2 USB viszont melegszik. Tehát az agydinamóból valami megy a Bike 2 USB-ből, tehát nem is vagyok benne biztos, hogy az agydinamó a rossz. Lehet, hogy a Bike 2 USB, de szerintem nagyobb eséllyel az agydinamó. Mondanám most nektek, gyerekek, ha valami okosság eszetekbe jut, akkor mondjátok nyugodtan, de hogy addigra, mire ez a film adásba kerül, ha adásba kerül egyáltalán, addigra ez nyilván úgyis ki fog derülni. Mindenesetre ezzel kezdődött. Mérges voltam. Erre alapoztam, kevesebb powerbanket is hoztam. Meg kell jegyeznem, hogy éppen ezért a lákvilai egynapos pihi az iszonyatosan, még jobban jött. Jutalag azt mondom, hogy még jobb volt így, mert hogy akkor föl tudtam ott tölteni mindent, megint. Tehát ez is a véletlen, hogy jobban jött ki. Na mindegy, a túra, az igazi túra első napján eltört a baloldali váltókar, ugye az első váltót működtető kar. El kell mondanom, napokkal ezelőtt akartam mondani, hogy ugye mondtam, hogy földölt előtte a bicikli. De az nem volt egy nagy földőlés. És utána még, tehát nem akkor tört el,
hanem utána én még váltottam vele kétszer, és aztán a kezemben maradt a váltó. Kar. Váltókar. Tehát, ugye én azt mondom, logikus az, ahhoz az eldőléshez kapcsolni, de hogy annyira silány a minősége ezeknek a karoknak szerintem, mondtam nektek, hogy akartam tartalékot hozni, és az ember így fölkapja a fejét, hogy minek tartalék váltókar. Azért, mert egész egyszer sejtettem, hogy lesz valami, mert szerintem nagyon rossz a minősége, anyagminősége ezeknek a karoknak. Ezek nem Shimano karok, azokat ugye használom, hosszú-hosszú évek óta 600-szor borult fel a bicikli, csattantak a karok a betonon többször, és semmi bajuk. És ez ráadásul füvön dőlt föl. Szóval csak én mondom azt, hogy valószínűleg köze volt az eséshez, de a lényeg az, hogy eltört. Hát azt mondtam, hogy elnye-belnye. És igen, közben elfelejtettem, hogy nyekeregtek a karok, és Szulmonában megálltam, be éppen ott mentem el egy ilyen szervíz mellett, és akkor mondtam, hogy zsírozzátok már be a hajtókar csatlakozást, a tenge és a hajtókar csatlakozását, mert hogy gondolom az nyikorog, és hogy most azt mondom utólag, hogy lehet ám, hogy már korábban elkezdett lelazulni a hajtókar, és ez még rosszabb fényt vet arra a szervízre, mert nem is csináltak vele semmit, szerintem csak sprével össze-vissza fújták az egészet, és azt csak kamúzták, hogy levették a hajtókarokat. És lehet, hogy már korábban elkezdett lelazulni, és ez okozta a nyikorgást is, nem csak az, hogy nem volt kenés rendesen. Na de mindegy, ugye ez is egy technikai probléma volt már az elején. De mindegy, ebből a szempontból ez a gyanús nyikorgás megszűnt utána néhány napra, ami úgy utána tetőzött abban, gyakorlatilag a hajtókar szinte kiesett a lábam alól. Csoda, hogy megvolt a csavarja. Nincs nyitva. Ó, mama kávézója. Nincs. Találtam másik kávézót. Itt közben olyan káoszként öntöttem rátok itt a dolgokat, saját szavamba vágva. Mi romlott el hirtelen? Hát ezek közül, és itt tényleg a váltókar, az azért úgy gáz volt. Fadarabbal orvosolni lehetett, de ugye azt olyan helyen nem, ahol sűrűn kellett volna kattintgatni, úgyhogy inkább úgy hagytam. Egyesbe kis tányéron, aztán az esetek nagy részében úgy is használtam, ha huzamosabb ideig kellett aszfalton menni, akkor raktam fel a fadarabbal a kettesbe. De végülis bevált a módszer, nem tolt ki velem. Aztán megoldottam a bácsi segítségével főleg a hajtókarokat is. Ugye eltölt már rögtön első nap az alsó kulacstartó. Hát mondaná az ember, egy fene. De azért voltak olyan szakaszok, ahol hosszabb időn keresztül nem volt forrás. Jó volt beraktározni a vizet. Tehát azért fontos a kulacstartó is. Még ha nem is annyira. Aztán a végén még eldeformálódott a kormány is. Ugye, mert ha már műszaki dolgok, az ember megkérdezné, hogy hát igen, ez csak úgy edzésre raktam össze ezt a gépet, úgy alakult, hogy ezzel megyek. Mi volt, ami tényleg nagyon jó volt? A kormány. Pont a kormány. Szemem kis írom, hogy tönkre ment. Na mindegy. Mi volt még jó? A gumik. Hátul Schwalbe, elő Continental. 2.1-es a Schwalbe. A Schwalbe egy kicsit másképp méretezi, ugyanolyan széles, mint a Continental, ami 2.0-ás elől. Ezek aztán fogták a gépet. Nagyon jól mentek aszfalton is. De ugye terep a lényeg. Kegyetlen jó volt. Defekten nem volt, pedig lehetett volna. Éles hegyes kövek, sok tüske és tövis, amin átgázoltam.
lehetett volna, nem volt. Ezt is mindenképpen ki kell emelnem. Voltam tartalékbelső, fölkészültem azért erre. Ezeknek nem olyan jó a defektvédelme ezeknek a gumiknak, mint amikkel szoktam menni. Még azok a Schwalbe maratonok. De azért azt hiszem, hogy a Schwalbe skáláján ez a hátsó Schwalbe Smart Sam, ez azt hiszem 4-es. A 7-es fokozat, tehát 7-es fokozatú listán 4-es, tehát azért annyira nem rossz. Megvédte. Mi volt még jó? Hát igazából ez az öreg gép, de a váz geometriája szerintem iszonyat jó. Még most is azt mondom, hogy hát kegyetlen jó tereptúragép. Én azért mentem vele. És hogyha emlékeztek, 150-es nap is volt, éjszakában nyúlóan. Szóval nem hagyott cserben összességében. Hát mi ment még tönkre? Ja, a sátor. A sátor is tönkre ment. Kilukadt. Kilukasztottam véletlenül. Akkor még mi ment tönkre? Jó, mondjuk régi ez a sátor is. Nem vészesen régi, 4 éves, de azért még nem akartam újat venni. Vehetek újat. Hát, mi ment még tönkre? Majd úgy is eszembe jut. Na, akármi is, meg akármennyi dolog is tönkre ment, nem állított meg semmi. De, ugye nem csak ilyen dolgok voltak, hanem kutyaharapás. Jól megcsócsálta a lábamat. Hülye is vagyok, ezt nem mutattam meg. Megállok, megmutatom. Napsütésben. Tessék, itt azért már gyógyulnak a sebek, de többször is. Ugye megfogott, aztán még egyszer lejjebb is. Tehát vér is folyt. Érdekes eset. Igen, mindenképpen egy meghatározó pillanat a túrának eseménye. Ez a kis kutyaharapás. Jó, sokkal jobban megharaphatott volna, tehát ha jobban összezárja, lehet csont is törik. Azért baromi nagy kutya volt. Tehát ez a oda kapott, szokta mondani az ember, hogy megcsípte. Annál egy kicsit több volt, mert vér is folyt, szóval, de nem volt tragikus. Mondom, tehát azért ebből sokkal durvább dolog is kisülhetett volna. Na de, ha mondjuk a kutya veszett volt, azt így is elkaptam, tehát egyébként azonnal mondtam a fickónak, hogy hozza a vizet, hozta, kimostam, hozzon fertőtlenítőszert, volt hidrogén peroxidja. Nem feltétlenül jó azonnali sebbe öntözgetni, de végül is nem válogattam ott abban a pillanatban. Szóval minimális az esélye, egyébként Olaszországban elég szigorúak az ilyen jellegű törvények, tehát a fickó mondta, hogy csippelve van a kutya megoltva. Tehát mondta is, egyébként nekem azt mondta rögtön, Google volt ott azon a részen net, itt egy egerésző, volt net, Google fordító segítségével kommunikáltam. Mondta is, hogy egyébként eléggé durván megbüntetnék, hogyha nem lenne oltva a kutya, meg csipelve. Hát jó, egyébként vasárnap este volt, kezdett egy kicsit úgy elmérgesedni a helyzet, ott a felesége, és egy kicsit olyan... Szóval ez a lépjünk le innen kategória volt. Olyan ellenséges volt az egész, de ez a te tehetsz róla. Szerintem ez Magyarországon is így lett volna, de mindegy. Meglátjuk ezzel a dologgal, mi lesz még. De jó, oké. Túllendültem ezen is.
aztán, amit nem mondtam, napozó, vagy mi ez, naptej, amit azért kell használni. Korábban is volt egy ilyen megérzésem ezzel a DMS, vagy ez rosszmannos, afront se tudj. Naptejje kapcsolatban, hogy allergiás vagyok rá, mert sokat használtam. Hát kiderült, hogy tényleg. Az elmúlt 2,5 napom az szenvedés volt. Ezt egyébként eddig nem mondtam. Ilyen irtózatos hólyagok jöttek ki, ilyen viszkető hólyagok, középen kifakadó hólyagok. Olyan tipikusan ilyen gyógyszerallergiás volt nekem egyszer ilyen, még nagyon régen. Egy ugyanilyen, tehát gyógyszerallergia ilyen tünetekkel. Most naptej. Volt egy ilyen érzésem, korábban is volt már ez nekem, de nem ennyire. És nem voltam benne biztos, hogy a naptejtől most már biztos vagyok benne. És onnan vagyok benne biztos 100%-ig, hogy csak a naptejjel kezelt felületeken vannak ezek a kiütés, hólyagszerű kiütés, viszkető, retteltesen viszkető és égető kiütések. És ahol sokat használtam, ott különösen sok is van. Na szóval... Hát bőven voltak. Tehát nehézségek. De hát pozitívumokat kell elsősorban kiemelni, hiszen a nehézségek nem állítottak meg. Nem állítom, hogy nem állíthattak volna meg. De hát... Ez kevés volt ahhoz. Rengeteg pozitívum volt. A nehézségekkel való megküzdés és a nehézségeken való túllendülés is pozitív egyébként. Tehát az is már ezzel kezdhetem a listát. De hát az Appenninek elképesztő egy világ ez a déli része, az Abruzzók. Hát fantasztikus. A farkasok földje. Az Appennin farkasok földje. Az Appennin farkas egy farkas alfaj, amely meghódította közben Nyugat-Európát, majdnem kipusztult, de közben meghódította Nyugat-Európát. Egy kicsit másmilyen farkas. Nagyon hasonlít a farkashoz, magához. Canis lupus. Igazából vannak olyan kutatók, amelyek nem is tartják külön alfajnak. Többen tartják külön alfajnak, vannak ilyen csontani genetikai bizonyítékok erre. Kicsit olyan tömzsibb, kerekdedebb feje van és kisebbek a fogai, és az egész testalkata, hát a méretei úgy kisebbek. Mint mondjuk az Alpok, Kárpátok és Észak-Európa farkasai, kisebbek azoknál. Ez az Appennin farkas, ennek ellenére egyébként minden leírás azt mondja, hogy óvatosan velük, különösen ha falkában vannak, és általában falkában vannak, bár az elmúlt 100 évben semmilyen adat nem szól arról, hogy emberre támadtak volna, és korábbról is csak nagyon kevés. De vigyázni kell, farkas azért mégiscsak farkas. Nem láttam egyet sem, sajnos, hát ezt mondtam is, hogy rendkívül kicsi az esély, ennek ellenére minden este bekészítettem kéz távolságra, könnyen elérhető helyre, a zoomos kamerát, ugye, hogy ha jönnek, akkor amint távol a hegyoldalban látok egy falkát, osolni, akkor azonnal le tudjam filmezni. Hát őket nem sikerült, vaddisznókat viszont igen. Medve sem jött, bár az az éjszaka ott a Bárré a tó mellett az érdekes. Azt nem mondom, hogy nem medve volt. Az se, hogy az éjszakai csörtetés. De jut eszembe, ugye mondtam, hogy a márzikai medve teljesen elismerten külön alfaj, és hogy számtalan jellegzetessége eltér. És nagyon érdekes, ezt nem vagyok benne biztos, hogy ez nem csak propaganda szöveg, hogy
hogy ne utálják annyira az olaszok a medve jelenlétét, mert hát bizony vannak néha ilyen medve ellenes túlkapások, ahogy olvasom. Szóval ezt minden márzikai medvével foglalkozó íromány elsők között említi, hogy a márzikai medve sokkal nyugodtabb, sokkal kevésbé támadékony. Kimondottan egy ilyen nyugodt temperamentumú, nem mediterrán temperamentumú állat kerüli az embert még olyan esetben is, hogy más medve támadna, marzikai medve akkor sem. Szóval ez egy ilyen érdekesség. Kicsit gyanús, hogy ezt így túlságosan kihangsúlyozzák, ugye, hogy ne legyen para a medvének a jelenlététől. Ezt az úgy megbeszélném egy márzikai medve szakértő, vagy tényleg így van-e. Minden esetre ezt mondják, hogy egy nyugodtabb, sokkal nyugodtabb. De medvével sem találkoztam, legalábbis szemtől szemben nem. Zergét viszont láttam, a zoológusnak hála a Majellában, teleszkópon át megfigyelhettem őket. Hát, a farkasok földje az tényleg olyan is, nagyon sok helyen. Emberektől távol, településektől távol tekertem, időnként tényleg komoly terepen. Az élő történelmi múlt volt csak sokszor jelen. Romok, várromok, falvak romjai, elhagyatott települések, gyönyörű medencék, nagy hegyek által körülölelt kerek medencék, ezek a piánók vagy piánák. Időnként hatalmas hegyi pusztaságok, máshol sűrű erdők, ahogy így fölnézve gyakran égig érőnek tűnő hegycsúcsok. Fantasztikus helyeken voltam. Az esti szálláshelyeim többnyire nagyon jók voltak. A bevezető szakaszon, amiről ez a film nem szólt, ott is így elégedett voltam a kempingekkel, de ott a vadonban töltött éjszakák, hát én azt mondom, hogy több éjszaka is ezen a túrán a top 10-es listámon rajta van, rákerült. Leszorult néhány olyan éjszakázó helyem, amit én nagyon legendásnak tartottam. Leszorult. Hát a Váromnál töltött éjszaka, meg amikor legurultam, rögtön az utána lévő, akkor gurultam le a Grand Sassóból, mentem át a Majellára, kilátás, panoráma szempontjából, meg ugye a környező táj szempontjából, hát ez a kettő, ez elképesztő volt. Ja, ezek a gumik nem csak ide teremtek, hanem egy ismerősömnél jártam közben, akitől megvásároltam régi maraton gumiait, amit a feleségem kerékpárjára szeretnék majd föltenni. De a lényeg az, hogy Csákánydoroszlón vagyok közben, egy kis kitérő után, egy kis vendégeskedés után, és mindjárt jön a vonat. Gyakorlatilag egy perc múlva, kettő perc múlva. És igen, ez most már Sopron. Deák tér, az utolsó néhány száz méter a túrából. Száz szónak is egy a vége, ahogy szoktam mondani. Ez egy elég komoly kis túra volt. Kalandos. Lehetett belőle tanulni. Tanulságos volt. Na, még sokáig fogom elemezni a történteket. Elemezni fogom a hibákat,
amiket elkövettem. Elemezni fogom a véletlenek szülte érdekességeket. Tanulmányozni fogom azt, hogyan lehet ezeket elkerülni. Ez biztos, hogy ez egy életre szóló. Legtöbb túrám végén azt szoktam mondani, hogy hát ez baromi jó volt. De most ennél valahogy szavakat se találok. A probléma az, hogy ebből nem tudom, hogy mi jött le a filmsorozatból. Nézegetem különféle posztokat, bejegyzéseket, itt-ott, amott. És arra következtetése jutok mindig, hogy az én túráim sehol nincsenek. Olyan fantasztikus túrákat mennek sokan, és az enyémek igazából labdába se rúgnak. Azok mellett legalábbis. Na hát ez pont az a dolog az életemben, amit így egyik napról a másikra nem lehetne abba hagyni. Mármint ez a kerékpár túrázgatás, de időnként mostában megfordul a fejembe, hogy egy nagy szünetet tartok. Filmezésben is, túrázásban is. Részben ennek pont az ok, hogy nem tudok olyan túrát menni, és így olyan filmet készíteni, ami úgy igazán számot tartana komoly érdeklődésre. Meglátjuk. Ahogy én ezt a túrát megéltem, az viszont tényleg valami, amire most így nem találok szavakat, még föl kell dolgoznom magamban. Nagyon komoly túra volt a hosszához képest. 100 szónak is egy a vége. Ismét elérkezett a film vége. Köszönöm, hogy megnéztétek. Mindenkinek nagyon jó túrázást kívánok, bárhol a világon.